Az elmúlt hetek zord időjárása a vízórákat sem kímélte. Minden évben fontos kérdés, hogy kinek a felelőssége, ha elfagy a mérőeszköz. Ez a Nyírségvíz ZRT diszpécseri központja. Többek között a vízmérő fagyással kapcsolatos bejelentéseket is itt fogadja a társaság. Az elmúlt hetekben többször is komoly fagy volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és még számítani lehet hasonló időjárásra. Ilyen körülmények között a nem megfelelően szigetelt vízórák könnyen elfagyhatnak. Fontos azonban tudni, hogy a hatályos jogszabályok szerint a fagy ellen minden esetben a felhasználónak kell védekezni. Egy-egy fagykár ugyanis akár közel 20 000 forintos javítást is eredményezhet. A legfontosabb információkat a témával kapcsolatban a Nyírségvíz ZRT képviseletében Súlyog Béla vízellátási műszaki vezetőtől kérdezem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A legfontosabb információkat, alapinformációkat hallottuk a felvezetőben, tehát hogy a fogyasztónak kell odafigyelnie a vízórájára, és nem tudom, hogy vajon minden fogyasztó megvárja-e, hogy legalább egyszer fagyjon a vízórája, vagy tanul mások hibájából. Mi a tapasztalat? Én onnan indítanám a tájékoztatást vagy a beszélgetést, hogy ez az év ez abszolút pozitív. Úgy tűnik, hogy jól vizsgáztunk mi is, a fogyasztó is, talán a média is, hiszen 2 évvel ezelőtt volt egy nagyon szomorú telünk, amikor ugye pont egy ilyen januári időszakban hirtelen ránk köszöntött a hideg, és akkor több ezer vízórát veszítettünk, illetve fogyasztottak el a tisztelt fogyasztóink. Ez ebben az évben nem történt meg. Volt ugyan hideg is, ugye az év végét is elég hideg időjárásra zártuk, az január is azért ezzel kezdődött, de arról számolhatok be, hogy az elmúlt hétvégéig az összesítés 7 darab vízmérőről szól. Tehát ez egy nagyon minimális mennyiség. Természetesen nem azt gondolom, hogy csak ennyi akár, hiszen még nagyon sok helyen, mondjuk egy zárt kerti ingatlanba, vagy egy lakatlan ingatlanba, amit már későn látogatott meg a fogyasztó, előfordulhatnak még fagyások, de ez akkor is egy nagyon alacsony számnak minősíthető. És én tényleg szeretném megköszönni az ő együttműködésüket, mert ahogy ugye a felvezetésben elhangzott, ez abszolút fogyasztói kötelezettség, hogy ők erről gondoskodjanak. És a kockázata valóban ez a közel 20 000 forintos térítési díj. Sőt, abban a említett nehéz időszakban, ami 2 évvel ezelőtt történt, ott még olyan típusú elfogyások is történtek, hogy maguk a bekötő vezetékek jegesedtek le, nem csak a vízórák, és ez is sok kellemetlenséget okozott, de erre is minden évben felhívjuk a figyelmet, hogy tessenek már gondolkodni. Visszatérve az első mondatomra, most ez úgy tűnik, hogy sikerrel járt. Így van, ha az ember figyel, akkor már hosszú évek óta tapasztalhatja, hogy kampányszerűen, amikor már várható a komolyabb lehűlés, akkor önök ilyen felhívással fordulnak a lakosság felé, szinte minden módon, ahogy csak lehet megjelennek a sajtóban. Mi az az egy-kettő nagyon fontos dolog tényleg, amire oda kell figyelni? Tehát aki most ugye jól megjegyzi, vagy mondjuk most lett saját ingatlanja, és ugye ott azt meg kell tanulni, hogy mi az eljárás. Elsősorban arra hívjuk fel a figyelmet, hogy magát a műtárgyat érdemes óvni. Ugye régen, mondjuk 10-20 évvel ezelőtt a fogyasztó úgy gondolkodott, hogy fogott egy rossz rongyot, lemászott az aknába, betekerte, és akkor úgy gondolta, hogy ezzel megvédte a fagykártól. Ez nem teljesen helyes módszer, hiszen ott egy párás környezetben sokszor még kárt is okozunk azzal, hogy egy száraz rongyot feltételezve, és itt a páralecsapódást figyelembe véve még inkább fogyasztunk egy kicsit a mérőn. Tehát az arra hívnánk fel a figyelmet, hogy elsősorban magát a műtárgyat, az aknát kellene szigetelni. Itt sokféle módszer létezik. Ugye a mai korszerű szigetelési technikák, itt a hungarocelt, meg egyéb szigetelőanyagokat, kőzet, gyabotot ismerve, célszerű ezeknek az alkalmazása. Sokszor az is segít, hogy magát a fedlapot belülről mondjuk leszigeteljük egy ilyen szigetelő lemezzel, és ezzel már meg tudtuk óvni. Most, ami még az idei évnél pozitív volt, hogy még havunk is volt,
tehát ez a hideg időszak nem egy hómentesre. Nyilván akkor egy kicsit veszedelmesebb a dolog, amikor egy száraz hideg köszönt ránk, és mondjuk elérjük a mínusz 20 fokot, akkor sokszor a szigetelés is kevéssé hatékony, de ezzel azért a mérők döntő hányada megóvható. Tehát azért, hogy a két évvel ezelőtti kár mértékét érzékeltessen, mi több mint 100 000 fogyasztói helyen vagyunk ott, tehát az a néhány ezer elfogyás, ez még mindig ugye csak egy kis és talán hanyagnak minősíthető fogyasztó számára, vagy egy olyan szituációban jött létre, ami azért nem okozott olyan borzasztóan és tömegesen nagy kárt a fogyasztóink számára. Akkor is nyilván kellemetlenség az önök részéről egy plusz munkaóra azoknak, akik ugye a helyreállításban segítkeznek, illetve kellemetlenség magának a fogyasztónak, mert hogy ugye mivel jár, ha végül is elfagy a vízóra? Hát ha teljes fagyásról beszélünk, ez általában azt szokta jelenteni, hogy a vízmérő üvege eltörik. Ez vízfolyást eredményez. Ugye megjelenik a felszínen is a víz, esetleg ha nem jelenik meg, akkor bizonyos kimosódási károk keletkezhetnek, tehát például behatol a pincébe, kimegy az utcára, tehát elég sokrétű kárt hozhatunk össze, nem beszélve arról, hogy nincsen víz az ingatlanban. Tehát azért ez egy komoly következmény. És mondjuk egy karácsonyt, vagy egy ilyen ünnepi előkészületet, egy ilyen esemény megzavar, hát elég kellemetlen lehet a fogyasztó számára. Hát az a lényeg, hogy most akkor itt a megyében élő ingatlan tulajdonosok jól vizsgáztak, és gondolom a megfelelő időszakban pedig újra találkozhatunk majd az önök információs felhívásaival. Köszönöm szépen, hogy bejött és tájékoztatást adott nekünk.